Az egyik, amiben el vagyunk veszve a kommunikációban, az pont a szexualitás. És a szexualitás egy megfelelő analóg dimenzió önmagában ehhez az egész kérdéskörhöz. Az egész mese világunkhoz, hogyha megnézzük, hogy a középkorból jövő mesevilág ez, hát nagyon szépen passzol az egyházi dogmatikus világkép, amit nem éppen Jézus tanításainak megfelelően, nem éppen felvilágosult szellemben működtettek ugye nagyon sokáig. És ugye mai napig él egy ilyen furcsa egyházi elvárás, sok helyen és sok területen, hogy az esküvő előtt ne is legyen szexuális érintkezés a felek között. Lehetőleg szűzen jussanak oda az oltárhoz. Ez olyan nagyon jól hangzik, hogy megőrizzük magunkat tisztán a másiknak. Oké, de ez mire jó? Tehát most nézzük meg konkrétan a valóságban, hogy ez hogyan teszi boldoggá a párokat, hogyan teszi boldoggá majd az egész családot, hogyan teszi boldoggá ennek megfelelően az egész társadalmunkat az, hogy emberek úgy találkoznak össze egy oltárnál, hogy nem próbálták meg magukat férfiként és nőként, és pláne nem egymással. Ez így az esetek jó részében szörnyű egymáshoz nem passzolást fog okozni. A szexualitás az egy alappillér, ami nélkül csak elsorvadás van egymás mellett. Hogyha megvan a romantikus lagzi, akkor hogyha utána döbbennek rá, hogy nem jó egymással, ezt nem fogja minden esetben helyre tenni egy megfelelő szexterápia. Mert nem tudja, mert nem ezen múlik minden esetben. Ez nagyon sokszor konkrétan nem passzolás. Tantrikus hagyományok erről nagyon sokat írnak. És ezeket ördöginek nevezni, ez konkrétan vakság, butaság, mert konkrétan a valósággal nem nézünk szembe, hogy bizony vannak alkati kérdéskörök, és bizony vannak nem passzolások pusztán fizikailag, de vannak olyanok, hogy ízek, illatok, szagok nem tetszenek, és valahogy sehogy se tudunk megbékélni a másik testiségével. De innentől kezdve ez nem tud stabil párkapcsolat lenni, nem tud az a boldog házasság lenni, amire szüksége lenne a párnak, szüksége lenne majd a gyereküknek, gyerekeiknek, az egész családnak, és ennek megfelelően a társadalomnak is, hogy ne vegzált, vágyaikban elfojtott, meg nem élt emberek csináljanak butaságokat a saját tudatlanságukban. És persze okozzanak fájdalmakat egymásnak azzal, hogy ki csal meg, meg hogyan, mert hogy együtt nem megy. Szóval lehetne ezt egyébként okosabban is csinálni. Volt például Magyarországon a rábaközi hagyomány, ahol ez konkrétan így nézett ki, hogy mikor a pap összeadta őket templomban, az ottani hagyománynak megfelelően a násznép körében körbevittek egy kalapot, és a kalapba mindenkinek kellett dobni egy pénzérmét, aki volt korábban a mennyasszonnyal. És utána ezt a kalapot odavitték a férfinek, és hogyha jó sok pénz gyűlt össze benne, akkor mindenki gratulált neki, hogy ez egy szerencsés férfi lesz, hiszen egy tapasztalt hölgyet kap, aki nem óckodik, nem húzódozik, nem finnyás, és alapvetően megvan a maga tapasztalata, hogy boldoggá tudja tenni a férfit az ágyban, mert hogy ez egy fontos kérdéskör, ha szembenézünk vele, ha nem. És nyilván ezt meg lehet fordítani is, tehát ne értsétek félre. Egész egyszerűen csak tényleg elgondolkodtató az, hogy amit az egyik helyen azt mondják, hogy hú, de szép, tisztán megőrizzük magunkat a másiknak, egy egészen más kultúra felfogásában viszont konkrétan egy ilyen eléggé bénaság, mert hogy a tapasztalatlanság az valójában nem érték. Csak alacsony megértési szinten valójában a tapasztalatlansága tisztaságnak a jele. Nem ettől tiszta egy ember, egyáltalán nem. Sem egy nő, sem egy férfi. Az a lélekben dől el. És az önbizalom hiányos egónak az igénye az, hogy a másik szűz legyen. Van egy ismerős pár, akivel nemrégen vacsoráztunk együtt a feleségemmel, és olyan jó volt hallani az ő történetüket, mert azt gondolom, hogy egy egészséges közepet tudtak megmutatni, és ott nagyon jól is működik a pár. Ők összejöttek fiatalon, és sok évig szeretkeztek egymással, élték az életüket, aztán eljött az a pont az életükben, amikor úgymond Istenhez találtak, egy gyülekezeten belül, és egy nagyon-nagyon szép lelkipásztori tevékenység mellett ők is megtalálták a saját spirituális világukat, és ott az esküvőre való felkészítés előtt, hát azt javasolta a pap, hogy tartózkodjanak egy kicsit a szexualitástól, és hogy várják meg úgy a házasságkötést, hogy egy ideig, pár hónapig, de nem érintik egymást. És ez a párban egy nagyon szép várakozást okozott. Már ismerték egymást, tudták, hogy passzolnak, tudták, hogy jól működik, hogy örömet, boldogságot tudnak adni egymásnak az ágyban.
És itt viszont tudtak egy kicsit tartózkodni ettől, és éppen ezért még édesebb volt az egybekelés, és még szebb valószínűleg az utána való együttlét, mert hogy egy nagyon szép lelki felkészülés volt, egy ünneplőbe öltözés, tulajdonképpen lelkileg és testileg az, hogy egy kicsit megtartóztatták magukat. És így viszont nagyon rendben volt az, hogy pár hónapig ez kimaradt, és biztos vagyok benne, és legalábbis én ezt szűrtem le róluk, hogy ez nagyon boldogságot adott nekik is. Amikor ünneplőbe tudjuk öltöztetni a lelkünket, testünket a másiknak, és tényleg élmény a másikkal együtt lenni, de úgy, hogy utána nem csalódás van, és egy eltörés szexuálisan egy életen keresztül. Azt gondolom, hogy az ő példájuk egy remek példa, hogy hogyan is lehetne ezt például jól csinálni, ha már mindenképpen beszélünk olyanról, hogy kis önmegtartóztatás a házasság előtt. Ami az én véleményem, hogy a legjobbat lenne érdemes egymásnak adnunk. És mielőtt összekötjük valakivel az életünket, akár házassággal, akár gyermekekkel, meg kellene tanulnunk együttműködni minden dimenzióban. És ahogy most elmondtam ezt a szexualitásban, szerintem így lesz még jobban érthető, hogy ugyanúgy a kommunikáció dimenziójában is ez nagyon-nagyon fontos.